A Regői Lovasport Egyesület 2001-ben 26 fővel alakult meg, azóta taglétszámuk bővült, de céljuk nem változott. Továbbra is szeretnék életben tartani a regői lovas hagyományokat. 2001-ben volt először egy ilyen baráti verseny, édesapám rendezte ezt, Kelemen Tibor rendezte az első baráti lóversenyt, és akkor ebből alakult ki a Regői Lovasport Egyesület, és abból alakult ki az első fogadhajtó, és immáron 20. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt. Regélyben ugye nagy hagyomány volt, ez régen is ugye a lóverseny, ugye valamikor a Tamási lóverseny is ebből a regélyi lóversenyből indult el. És mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy regélyben elég sok lovas ember található még, illetve lovas gazda is. Körülbelül 30 ló, ami aktív ló regélyben, és minden egyes alkalommal szüreti felvonulásokon, lóversenyeken megjelenünk ezekkel a lovakkal felvonulásokon. A fogatokkal lóhátas, vannak nagyon ügyes lovasaink is. Legfontosabb rendezvényük a Regői Lovasnapok. Ezt a versenyt szeretnék a megye, illetve a régió egyik legszínvonalasabb, legnívósabb rendezvényeként megszervezni évről évre. Beszűkül ez a kör. Egyre kevesebb települést szervez ilyen fogadhajtó versenyeket, egyre kevesebb a lovas sporttal foglalkozó, ugye, mint más sportoknál is, ugye, ezek egyre jobban drágulnak, ugye, így ezért próbáljuk ezt a kevés embert, aki még ezt fönn tudja tartani, illetve tud vele foglalkozni, ezt megpróbáljuk erősíteni ezzel a Regői Lovasport Egyesülettel. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy az amatőr fogadhajtó versenysportban visszaszerezze azt a helyet, amelyet az 1990-es évek elejéig birtokolt. Tolna megye évente 6-7 alkalommal ad helyszínt C-kategóriás fogadhajtó versenyeknek, közülük az egyik a regői. Az idei versenyen a helyi egyesület tagjai közül többen is rajthoz álltak, köztük az elnök is. 9 év kihagyás után, 9 évet pihentettük ezt a sportot. Egy új fogattal, egy lipicai fogattal, 2-4 éves lóval próbáltuk ezt az évet újraindítani, és újra belemenni ebbe a fogathajtásba, és ezért szeretnénk ezt még jobbra gyakorolni. Idén újra vissza kellett ráznunk nekünk is, illetve lovaknak is, még ugye fiatalok. Fiatal lovak délelőtti fordulóban is jól szerepeltek, délutániban természetesen sokkal jobban. A vadászhajtásom még vissza van, de értünk el egyre szebb eredményeket, értünk el az elmúlt fogadható versenyeket. Legutoljára Dégen, mikor voltunk a Dégi első fogadható versenyen, ott is elsők lettünk a vadászhajtásba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy igen jó, ígéretes, fejlődő fogatot látunk magunk előtt. Nagyon nagy szerencsém van, egy nagyon-nagyon szerető és elhivatott feleséget sikerült választanom, aki ő is ezt a lovasportot előnybe helyezi, és ez egy családi program nálunk. A mezőgazdaságban dolgozunk, a hét minden napján állattenyésztéssel foglalkozunk, így ez nekünk egy olyan, mint más, mikor elmegy wellnessezni egy hétvégére. Ez a szombati lóversenyek, ez nekünk egy kikapcsolódás, egy családi napunk. A helyi egyesületet képviselte Dávid is. Abból a célból indultunk, hogy itt vagyunk helyi sportolók, kipróbáljuk magunkat egy kicsit, megpróbáljuk, hogy milyen ez a lovasport, most már jó pár éve üzzük, és szabadidősbe indultunk, 7 éves lovakkal, félvérek, Onius félvér lovak. Versenyre csak egy éves, 2-3 versenyről tudunk odajutni egyelőre sajnos, de heti szinten ilyen 3-4 alkalommal van hajtás. A versenyzőkön kívül a nézők számára is öröm, hogy a Regői Egyesület életben tartja a nagymúltú fogadhajtó versenyt. Mi elég messzörűre látogattunk ide, mert Orgoványról vagyunk. Úgyhogy mi most vagyunk itt meg először, mert van egy ismerősünk, Kelemen Ákos, annak a tiszteletére jöttünk el, meg a fogadhajtás vége. Kislány nagyon, az unokám nagyon szereti a lovakat, imádja, és minden évben kijövünk. Ilyen szabadok, és ilyen nem is tudom, nagyon szépek és gyönyörűek. Az Egyesület igyekszik segíteni a helyi és környékbeli lovas fiatalokat, ezzel is népszerűsítve a fogadhajtáshoz, illetve a lovagláshoz kötődő sportokat, az amatőr versenyzés és a tömegsport területén egyaránt.